A háromszoros olimpiai bajnok úszónk hosszú Katinka karrierét bemutató sportfilmet 2 évvel ezelőtt kezdték el forgatni. Az úszó kezdetben nemet mondott a megvalósításra, de hosszas unszolásra kötélnek át. Stábunk ott járt a Katinka című film díszbemutatóján. Mi úszók olyanok vagyunk, mint a laboratóriumi jegerek. Minden versenyen a körülmény az ugyanaz. Gyülekezik a magyar közélet krémje az Uránia Filmszínház előtt, hogy elsőként láthassa a Katinka című filmet. A Nemzeti Filmintézet által finanszírozott 2 éven át tartó forgatás eredményét már nagyon várják a meghívottak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nyilván 10-12 éves korom óta ismerem Katinkát, és kialakult bennem egy kép az ő életéről, vagy róla, és arra leszek kíváncsi, hogy a film ez mennyire fogja megmutatni, vagy mennyire tudja ezt átadni. Az ötlete, hogy az elejével kezdjem, egy közös barátnunké volt. Ő volt az, aki tulajdonképpen meggyőzte Katinkát arról, hogy ez a film kell neki, mert ő egyáltalán nem érezte, hogy ez a film neki nagyon hiányozna. Úgyhogy közel egy évbe telt, hogy rábeszéljük erre. Nincsenek versenyek, minden zárva. A hazai finanszírozású film több országban is látható lesz majd. 2 évet forgattunk, valamivel több mint 2 évet. 14 országban, 100 ezer kilométert utaztunk, 75 napot forgott a kamera, úgyhogy azért megadtuk a módját. Magyarországon ilyen költségvetéssel dokumentumfilm még nem készült. Természetesen a háromszoros olimpiai bajnok családja is ott volt az eseményen. Eddig is büszke voltam, most nyilván ez még egy kis plusz adalék, hogy film is készül róla, és hát ez valahol azt mutatja, hogy olyan eredményeket ért el, meg olyan munkát végzett, hogy kiérdemelte, hogy film készüljön róla. Hello, Kata! Szerintem nem volt még 3 éves, amikor már a medencét átúszta. Szép bibliográfia, elindul a pici gyerekkortól, talán 2 éves korából már vannak felvételek, és hát végigmutatja egy ilyen sportoló küzdelmes mindennapjait. Sőt, én azt gondolom, hogy az átlag ilyen sportoló küzdelmeihez képest az övé az még sokkal nagyobb volt. Hullámvölgyek, nagyon komoly munkási időszak, stb. Tudtam, hogy érdekes és jó lesz, de hát hogyha nem kapok a Katinkától egy rövid szöveges üzenetet, magyarul SMS-t, hogy szeretné, hogyha eljönnék, akkor nem jutott volna eszembe. Nyilván megnéztem volna, de nem. A magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya elégedetten jött ki a film bemutatóról. Ez egy jó sikerült film, értelemszerűen nekem sok újdonságot nem hozott. Abba tekintetve az eredményeket és meg a főszereplőket is jól ismerem. Nagyon jól megcsinált, érzelmes, tárgyilagos film, nagyon tetszett. Nekem reálisnak tűnik az a célja, hogy a 100 érmet elérje a világversenyen, mert ugye itt az aranyagból van 60 valamennyi, olimpia, BB, EB, 96-nál tart, lesz még EB és rövidpályás verseny is. Nem akarok én pletykálkodni, mert egy hónap van a világbajnokság van Budapesten. És a Katinka jobbat úszott most az országos bajnokságon, mint tavaly, ami után 2 hónappal Európa bajnok lett, és a hírek szerint kőkeményen dolgozik. Nem mondja ki, de ez valamire készül. Érzem magamba a motivációt, az energiát. Az én számomra legfontosabb, amit ez a film üzen, hogy szorgalmas vagy, ha a céljaidért mindent megteszel, és meg elvégzed a munkát, akkor eléred óhatatlanul, és mindenképpen eléred, amit akarsz. Nem kell bizonyítanom. A film május 12-től látható a mozikban, de ahogy hallottuk, a közeljövőben több hasonló magyar sporthős bemutató filmet készítenek majd, melyek inspirációt jelentenek mindenki számára. Szeretsz úszni? Igen, nagyon szeretek úszni.